牵着主人在公园里散步，这只叫布卡的狗正在减肥中，但在摆脱这一身横肉之前，还有参加实验的重要任务必须完成。科学家摆出两个塑胶桶，一个桶里有好吃的点心，另一个可能是空的，也可能装了没那么好吃的点心。经过几次实验，布卡就不愿遵守指令去检查第二个塑胶桶。这里是匈牙利首都布达佩斯，罗兰大学的研究团队发现，胖狗和体重过重的人之间有许多共同点，包括对美食的热情，还有对刺激品兴趣缺缺。Azzal magyaráztuk ezt az egészet, hogy ők inkább biztosra dolgoznak. Tehát ha egy szituáció bizonytalan, és ott mondjuk nem találnak itt eleséget, akkor nem hajlandók ebbe energiát fektetni.Ugyanis nekik nagyon fontos, hogy minél kisebb energia befektetéssel megfelelő falatot, ez esetben hát jutalmat találjanak. 换一只身材标准的狗来做实验，不论几次都会乖乖遵守指令。So this shows that dogs, which as we know, share our living environment and they have very similar social cognitive capacity to humans, many experiments showed it.They share one more, at least one more aspect of the human mind setup, namely, there is a nice parallel between overweight dogs and overweight human, that both we and them are very sensitive to reward quality. 科学家认为，体重过重的人往往把吃美食视为犒赏自己的方式，胖狗也有类似的心态。了解他们的心理，或许也能帮助人类维持体态。大爱新闻，张婷。